Sziasztok! Most egy nagyon-nagyon friss hírrel jöttem. Itt tartom a kezemben a Pannoncolor pasztelkészletének a legújabb színét, ez néhány nappal ezelőtt jelent meg, úgyhogy most ezt fogjuk megnézni, megvizsgálni, hogy milyen szín is ez. Lássuk akkor ezt a színt. Borvörösnek nevezték el, ami ugye arra asszociál, hogy egy ilyen bordós árnyalatot várunk, ez meg is felel, így első ránézésre. Rögtön több színárnyalatot is készítettek belőle, ez az alapszín, és van két világosított szín, a felső a hatos, az a kicsit sötétebb, és az alsó a legvilágosabb szín. Ugye első ránézésre nagyon nagy különbséget nem látunk, majd mindjárt megnézzük, hogy a papíron ez hogy viselkedik, illetve csináltak belőle egy sötétített változatot, ami nagyon-nagyon hasznos, mert az nagyon sokszor fordul elő, hogy van egy nagyon jó színünk, de egy sötétebb árnyalatot szeretnénk elérni, és akkor ugye bűvészkedni kell vele, itt meg egyből készen kapjuk gyárilag. A száma az 73-as lett, és ha megnézzük a Pannoncolornak a színtáblázatát, ugye akkor itt az 53-as meg a 78-as közé esik. Most az 53-as egy kárminpiros, a 78-as pedig egy ilyen lilás, pirosas lilás, úgy hívják, hogy püspök lila egyébként, tehát a közé esik. És ide valóban egy ilyen bordó színárnyalat nagyon jól illik. Meg is nézzük ezt nem sokára. Először viszont nézzük meg magát ezt az új színt, hogy ez hogyan viselkedik, milyen színt ad a papírom. Jó, hát ez most egy ilyen sárgás papírt használok, és akkor nézzük meg. De ez fölkenve erre a papírra, ilyen az alapszín. Ez tényleg egy ilyen szép bordós árnyalat. Megnézzük mindjárt a mellékszíneit is, illetve a társszíneit is, amik mellette vannak az eddigi készletből. De először, amit szeretnék megcsinálni, hogy akkor ugye itt a következő árnyalat az eggyel világosabb. A Pannoncolor származásában ugye ez volt a 3-as, ez itt a 6-os. Ez azért szemben láthatólag egy világosabb árnyalat, és itt a legvilágosabb alatta, ez pedig egy kicsit lilásabbba fordul, itt szabad szemmel nézve, hogy ez egy jó kis bordó árnyalat, még ez is bordó árnyalat, ez már egy kicsit kezd lilásodni, ugye a világosítás miatt, illetve akkor nézzük meg, rakjuk ide a legsötétebb árnyalatot, mint egy kicsit a tetejére sikerült. Ez viszont nagyon szép szín, tehát egy ilyen mély bordó, nagyon sötét szín, ez szerintem nagyon hasznos lesz. Aki már használt pasztelkrétát, az tudja, hogy vannak úgynevezett puha színek, meg kemény színek, tehát van kis különbség a kréták között. A Pannoncolornál eddig azt tapasztaltuk, hogy ezek a lilás-piros színek ezek általában kemények. Ami azt jelenti, hogy egy kicsit jobban kell nyomni a papíron, hogy fogjon. Most ez a bordó első ráérzésre ez nem annyira kemény szín, tehát hogyha csak kicsit nyomom rá, most inkább csak így simogatom a tetejét a papírnak, az előbb jobban rányomtam, akkor is nagyon szépen fog. Jó, tehát ez az eddigi pirosak lilákhoz képest egy kicsit puhább színnek tűnik. Megnézzük ezt az alapszínnel, és az is szépen fog. Jó? Ami egyébként jó hír, mert főleg a lilánál volt egy olyan, hogy nagyon erősen kellett nyomni, hogy jól fogjon, úgyhogy ezt nem kell annyira erőltetni. A következő, amit meg szeretnék mutatni, hogy hogyan illik bele a Pannoncolor eddigi színeibe. Úgyhogy most nézzük meg a szomszédait. Az egyik szomszédja a pirosak felé, az a kárminpiros nevű szín. Így néz ki a kárminpirosnak az alapszíne. Ugye ez egy elég piros szín még, emellett ez kifejezetten jól mutat, ez a bordó. És akkor a másik oldalon pedig ez a 78-as jelű, ugye az pedig egy ilyen erősen lilába hajló szín már, tehát ez nagyon szépen illeszkedik ide a kettő közé. Hogyha most megnézem a legvilágosabb árnyalatát, ugye az is a kettő közé esik. Úgyhogy szerintem ez jól fog esni rajzoknál. Még ide rakom a következő szomszédokat is, hogy lássuk a piros skálát, tehát ez a piros, vagy élénkpiros, illetve ez már egy Ugye a következő szín itt a lila felé, ez már kifejezetten egy lila szín. Tehát ha ezt végignézzük, akkor megint csak azt mondom, hogy nagyon jól illeszkedik. Első ránézésre azt mondanám, hogy portréknál is jó fog jönni ez a bordós színárnyalat, tehát amikor egy ilyen pirososabb barc színen kell megcsinálni a sötét tónusokat, akkor ez oda jól használható lesz, illetve hát tájképeknél is nem kell külön kevergetni ezt a bordót, ez is egy olyan természetesebb szín, tehát hogyha megnézem, hogy vannak ilyen nagyon élénk színek, amik mondjuk ilyen tájképeknél, természetben nem nagyon fordul elő, de ez a bordós színárnyalat ez kifejezetten sokszor előfordul. Az első próbák alapján azt mondom, hogy ez egy nagyon jó szín, nekem tetszik, és nagyon jó használható színt kevertek ki nekünk itt a Pannoncolornál.